Ennyi néző és ilyen hangulat biztosan nem lesz a Dadzsolna mérkőzésen. A Dad futballklub és a szurkolók egyaránt örültek a hírnek, hogy ismét lehetnek nézők a meccseken, viszont amikor kiderültek a részletek, már nem voltak ilyen boldogok. A belépéshez ugyanis szükséges egy negatív, legfeljebb 36 órás PCR vagy lambteszt, egyúttal pedig egy legfeljebb 12 órás negatív antigénteszt is. Az ülőhelyek legfeljebb 25%-án lehetnek nézők, a maximális létszám azonban a stadion nagyságától függetlenül csak 2000 fő lehet. A mérkőzés szervezője köteles kimutatni a jelenlévők pontos számát, akik csak hazai szurkolók lehetnek, és minden második sorban ülhetnek. A felső légutak eltakarása végig kötelező, étel és ital fogyasztása pedig nem lehetséges. Az egészről egy olyan érzés van az embernek, hogy elhúzták a szurkolók előtt a mézes madzagot, viszont megoldani ezt a beléptetés szinte lehetetlen. Mi, mint klub, nyilván nem fogunk nemet mondani annak, hogy a szurkolók jöjjenek, sőt örülnénk, hogyha minél többen jönnének, viszont a szurkolónak fel kell mutatni egy 36 óránál nem régebbi PCR vagy lambtesztet, és ez mellett még egy 12 óránál nem régebbi antigéntesztet, ami azért tudjuk, hogy nem olyan egyszerű bebiztosítani, de nyilván, hogyha valaki ezzel jön szombaton a meccsre, akkor azt beengedjük, de természetesen az egész egy regisztrációhoz lesz kötve, tehát be kell regisztrálnunk a szurkolóknak, már csak azért is, hogy tudjuk, hogy milyen számban fognak jönni, hogy mire számítsunk. Természetesen annak örülnénk legjobban, ha az a 2000-es létszám összejönne, de hát mindenkinek világos, hogy ez a jelenlegi feltételek mellett szinte lehetetlen. A MOL Arénába 216 nap és 9 mérkőzés után térhetnek vissza korlátozott módon és számban a szurkolók. Legutóbb a 2020. szeptember 27-én megrendezett Dac Trencsén bajnoki meccsen lehettek szurkolók a stadionban, akkor is csak 1000-en.